Let me change into something more. Eternals! Shadowize, ismételten szeretettel üdvözlünk mindenkit. Sziasztok. A következő bemutató pakliban, ami nem lesz más, mint ahogy elhintegettük az előző kettében, mint Shadowize. Őről már egyszer csináltunk egy ilyen videót, de most így az aktualitás. Fiatalok voltunk és kellett a pénz, na azért olyan, amilyen, ez most jó lesz. Most is kell, úgyhogy ez meg jó. Igen! Na, szóval beszéljünk is az első és kedvenc, az abszolút favorite csempemről, ami nem más, mint... Amúgy őszintén, az előbb, még mielőtt elindítottuk a videót, csak hogy így félbeszakítsam Viktor, kérdezte, hogy ebben a deckben mi az Omehawk. Ugye az Omehawk az a lap, amit a nálad van azon a lerakott. Elise. Igen. Elise, ha nálad van, két manán lekerül. Te, ha játszod Elise-t, akkor két manán biztos, hogy lent van. Na, de nézzük is, hogy mit csinál ez a drága Elise. Amikor őt lerakod, ő egy 2-3-as lap, Fearsome, és csinál neked egy ilyen kis csicskapókot. Egy ilyen spiderlinget, így van. Ha van 3 darab pókod a Elise-en kívül a kör végén, akkor level up-ol, 4-es, 3-as lesz, szintén fearsome, az összes többi póknak fearsome-ot ad. És challenger. És challenger. Ez brutál. Igen. Ha Elise level up-ol, az elég durva tud lenni, főleg azokban a deckekben, amiket Elise szokták pörgetni, nagyon erős tud lenni. Illetve az Elise ulti is mit csinál? Ha meghal egy unit abban a körben, mondjuk a pók, amit csinál támadásnál, csinál másik kettőt. Igen, és ez egy mana. Azért, tehát, hogy ezt így 3 manán ezt így simán ki tudod vitelezni, hogy Elise level up-oljon. Ki tudod vitelezni? Ki tudod igen. Vitelezni. Az igen. Fel van mászva a fára. Angol passzív szerkezet, mi problémád van vele? Tehát kivitelezhető. Mennyivel jó, és simogatta lehet. Jobban esett, jól van akkor. Na, szóval a lényeg, igen. Elise-t hol szoktad látni, mivel játszák a legtöbbet? Noxus-szal. Hát Noxus-szal szokták nagyon sokat játszani. Ja, meg most ugye van egy új deckünk, amit láttál a versenyen. Kalisztával a Fearsome deck. Így van. Tehát saját magával, Shadowize-zal vagy Noxus-szal. Igen, általában Elise-t nagyon nem is fogod másra látni, mint Noxus, mert Noxusban vannak, ahogy még a Noxus videókban is beszéltem róla, pókuk. Uh-huh. Rengeteg pók az ebben a két frakcióban van, és Elise mind a kettőhöz nagyon jó. Illetve Elise-t még egy-két olyan deckben szoktak belerakni ilyen egy-két champnek, amikor kell egy olyan champ, amit hamar le tudsz rakni, és csinál másik unitot. Igen. Például igen. A mostani új deck a... Gohárdosra gondolsz? Ami nem a mi verziunk, hanem a rosszabb. Igen, Elise játszak a Gohárdos deckben is, megértem, hogy miért a mi verziunkban nincsen benne, de teljesen el tudom fogadni, hogy ott van. Igen, amúgy abszolút semmi értelme nincsen annak a lapnak, csak tényleg plusz egy lapot, plusz egy damage vagy plusz egy védekező unit. Oké. Okay. Két manáért teljesen valid. Így van, igen. És azt mondom, hogy amint, tehát ő az alap, amint megkapsz, nem érdemes taktikázni, gyerünk, Elise. Aha, lefett, ja, amúgy hajlát. Igen, ezért kerül le mindig kettőn, mint Omehawk. Mint az Omehawk, így van, Elise Hawk. Na, de ennyit Elise-ről. Így van. Hát akkor térjünk át Kalisztára, ha már megemlítettük, hogy van vele egy ilyen deckszerűség. Kalista mit csinál? Kalista, ha látod három ally-t meghalni, akkor level up-ol. Tudni kell, hogy Shadowize-ra jellemző az önpusztítás, igen, tehát a Death Wish, úgymond. Ami itt Last Breath, igen, utolsó lélegzet, csak igen. Hogy szépek legyünk, ha már a fel van mászva, a fára nem tetszett. Igen, tehát hogyha 3 ally-od meghal, akkor ő level up-ol, és ha level up-olt, akkor a legelősebb ally-t, ami már meghalt, föléleszti támadásnál, és minden egyes sebzést, amit Kalista kapna, az a unit kap meg. Fontos, nem kelt föl csempet. Halott csempet. Igen, eredetileg csempet is felkeltett, az egyik kedvenc decked volt, amikor Lucent újraélesztgeted vele, és utána, amikor ezt átalakították, akkor Viktor nézte, hogy de most miért nem kelti föl? És én néztem, hogy volt hozzá egy pecsbástya, ja, ne foglalkozz vele. Igen, és ezt nagyon sokszor eljátszottad, de mindegy, az tényleg egy jó deck volt, viszont mivel ez ugye átalakult, ezért maga a deck is átalakult, igazából őt is saját magával játsszák, Shadowize-zal, és Mithraithekkel. És ahhoz képest, hogy Kalista mennyire
mennyire, amikor elindult a játék, Kalista egy teljesen használaton kívüli, szinte senki nem nagyon fordult Kalistát az elején. Mi próbálgattuk azt a decket, de... A patchekkel, a változtatásokkal és a pluszlapokkal konkrétan szerintem az egyik legtöbbet játszott Shadowise. Nagyon valid champ lett belőle valóban. Igen teljesen. Abszolút. Nagyon jól megcsinálták. Nagyon jól megcsinálták, hogy Kalista egy, szerintem majdnem az egyik legerősebb Shadowise champ. Igen. Mielőtt a többi champre rátérnénk, én egy pár unitra azért így Kalista kapcsán, így, hogy ez a saját unitjaid megölése, arra kitérnék. Például a Ravenous Butcher megöl egy unitot ahhoz, hogy ki ez, nulla mana, tehát ingyen rakod le, és 3-as, 2-es. Van jó sok olyan lapod, ami ebből hasznot húz. Bark Beast, +2/+2 kap, ha meghal egy unit, és ő ezt látja, 1 mana. Cursed Keeper, ami ha meghal, akkor csinál magából egy Escape the Abomination-t, ez 2 mana, 4-3-as unit lesz belőle, 2 manán meg tudod azt csinálni, hogy az első körben lerakod a Bark Beast-et, utána a második körben lerakod a Cursed Keeper-t, majd lerakod a Ravenous Butcher-t, amivel megölöd a Cursed Keeper-t, és van lent 2 darab, sebzésed. És van lent 10 sebzésed 3 darab unitra. A második körben mindegyik ott marad, és maximum egyet tud belőle megölni az ellenfelet. És ha még emellé 3 manát mondjuk lerakod majd Kalistát, akkor elkezd aprítani. Így van, ez teljes mértékben, mert ez csak az alapja. Nem megyek bele most abba, hogy még ezekből mit lehet csinálni, de... Rengeteg kombináció van, mondom, Kalistát úgyis mindenki szerintem, aki játszik a játékkal viszonylag többet, az elég sokat is találkozik Kalistával, aki pedig most kezdi, annak szó kell, hogy sokat fog találkozni Kalistával. Igen, de érdemes is vele játszani, mert egyébként fannak a deckek, amik vannak körülötte. Akár a Miss Freight-es verziót játszod, akár csak valamit fel akarsz éleszteni mellé. Na, de mivel szokták Kalistát együtt játszani? Shadowise-al. Shadowise-al meg Demáciával, mert annak ellenére, hogy az a deck már nem valid, a Demáciánál például van az a 8-as lap, ami rallizik, amikor szumbonolod. Igen. Az Kalistánál akárhányszor támadsz is fölkelti, az mindig rallizik. Ha az a legerősebb. A 8-as tápla, ami ha szummonolják, rallizik. Igen. Az is egy lehetőség, így van, meg hát ott van. Meg azért az sem mindegy, hogy mondjuk lent van tényleg az előbb említett kombód, és tényleg tudsz arra még egyet rallizni, 10 pofon. Azért mondom, hogy... Második, harmadik körben igen. Is. Meg hát, meg attól függetlenül, hogy Lucian már nem kelti föl, Lucian is ugye kapott egy kis átalakítást, és most már ő is sokkal jobb mellé, mert ha meghal egy unit, akkor Lucian rallizik. Az adott körben először. Kalista csinál egy ephemeral unitot, ami fixen meg fog halni a támadás után, tehát ha van egy level up-od Lucianod mellette, ami szintén pár mana csak, akkor ott megint egy rally. Így van. Úgyhogy Demácia az, ami mellé még jó. Más nem nagyon tudok elképzelni igazából. Igen, általában... Feljordan játszották a izét. Dayhuenger. Dayhuenger. Abba játszották de még. De az inkább Elise volt. Inkább Elise volt, de abban még belefért Kalista néha, mert plusz egy unit, ami meghal, amikor... Mert így ugye arra játszott, hogy meghaljanak a unitok, tehát nem volt mellette rossz Kalista. Így van. Következő csempeink pedig nem más, mint Maokai. Deeptos, köszönjük szépen, nézzétek meg a videót, ennyi. Mert mondjuk, hogy mit csinál. Nem, Maokai az... Érdekes. Maokai, igen, Maokai egy érdekes lap. Maokai annyit csinál igazából, hogy minden egyes körben, tehát ha ő lent van, és leraksz egy másik unitot, akkor tosszol 2-t, és idéz neked egy saplingot, ami egy 2-1-es ephemerális challenger lap. Ez így önmagában amúgy, ha lent van, kúrva jó. Hogy minden egyes laprakásnál van egy challenger unit, hála Istennek. Akár védekezni, akár támadni. Igen, ez teljesen király. Sajnos... Unit, az fontos, nem bármilyen lap. Ja, igen, bocsánat. Nem, szerintem egyértelmű volt, csak hogy biztos, ami biztos. Ha level up-ol, akkor viszont nem is kell unitot leraknod, mert akkor level up-ol, körelején. Viszont már körelején. Idézi neked a saplingot. De hát viszont... nem ez a lényeg, mit csinál level up-on? Mi a lényeg? A lényeg, ami viszont fontosabb, még azt is elfelejtett, hogy regenerate senkit nem érdekel. Nem is értem. Ennél a unitnál egyetlen egy célunk van, az, hogy level up-oltasd. Tehát minél hamarabb 25-öt tosszolj, és vagy halljon meg unitod. Így van, a toszra egy kitérnék, a tossz az annyit fog csinálni, hogy tehát kidob a paklidból, a paklid aljáról, egy lapot igazából. Igen. Vannak lapok, amik megmondja, hogy ez 4-et tosszol, az a paklid aljáról 4 lapot így fog kidobálni. Non-champion lapot, tehát champet nem dobhat ki, de bármi más igen. Spellektől kezdve az összes lapot kidobhatja. Ha 25-öt kidobtál a te saját paklidból így ebben a formában, akkor level up-on 4 darab lapot fog hagyni az ellenfeled pakliába. Ami nem champ, és minden más elobli terétel. 4 lap marad, bizony. És akkor kezdődhet a játék, hogy kinek fogy el hamarabb a deckje. Így van. Nagyon csúnyán ki lehet égetni ezzel az ellenfelünket, mert tényleg az, hogy kidobsz mindent, és ha mondjuk éppen már kevés lap van a kezedben, vagy nincsenek nálad a kulcslapjaid, nincs nálad a csempet, akkor nem is lesz. Akkor így elmorzsolsz egy köncseppet, és rányomsz az effet. Aha, igen, nagyjából, és hát ugye azért kétélű kard,
technikailag, ha csak így önmagába veszük magukat, mert a saját lapjaidat is ki kell dobni. Tehát 40 lappal kezdesz, 35 van benne, 25-et ki kell dobni, neked is ilyen 10 lap körül marad, ezért is van benne, hogy halhat is unit, tehát Shadow Ice-hoz azért jól működik, hogyha meghalnak a unitjaid, az is számol, meg ugye csinál efemer állapot, stb. De hogy mivel amivel, együtt legtöbbet. De amivel őt legtöbbet játszák, sőt, igazából ha belegondolok, én már próbálkoztam mással játszani, mint Obliterét, de nem, sosem sikerült jól. Ilyen TF pakliban láttam még egyszer. Azért mondom, hogy már próbálkoztam olyannal, hogy tudnám megcsinálni minél hamarabb valami ephemerálos deckre, Hecarimhoz, elbörnöljem a saját lapjaim meg unitjaim, és akkor úgy jó lesz, de nem az igazi. Bilgewater. Nautilus, így kijött a Bilgewater patch, ő és Nautilus bekerült, ezt mintha egymásnak csinálták volna ezeket a lapokat. Ez így is van, szerintem ezt konkrétan a mechanikát egymáshoz találták ki. A Sea Monstereket Bilgewaterbe és a Shadow Eyes tosszos mechanikát, ezt így egybe csinálták, hogy itt van egy deck, gyerekek, varajálhattok rajta, de úgyse fogtok tudni mit csinálni, ez így működik, sehogy máshogy. Mert se Nautilus nem játsszák mással, mint ezt, és sem Aukát nem játsszák mással, mint Nautilus. Na hát nem nagyon, próbálkoztak vele, láttam egy két próbálkozást rá, de csúnya fél mindegyik. El tudsz képzelni bármilyen decket Nautilusszal? Vagy Maokájjal, ami nem az? Nem, hiába próbálkozol. Nem, mert mind a kettő TOSZ mechanikán épül, és ez a két lap az, ami csempapi TOSZ-szor. Mert, csak hogy értsétek, hogy ez miért érdekes, Nautilus, mikor 7 manán lerakod és már deepen vagy, ez azt jelenti, hogy 15 lap vagy annál kevesebb van a deckedbe, akkor visszarakja az összes kitosszolt Sea Monstert a deckedből. Ami Maokai mellé nagyon jó, hiszen az összes Sea Monstert belerakod a deckbe, Maokai-jal meg a többi TOSZ-os lappal kidobálod, majd lerakod Nautilust, és boom, level up-olva visszakerültél 19 lapra. Tudom, milyen szerencse, hogy még erről is nagyon jó videó. Úgyhogy így van! Így van! Igen, valóban! És az a deck az még full valid most is. Az a mai nap, hogy kisebb átalakításon már ez is esett, de majd úgyis belinkeljük a Maokai linkjét. Persze. Ez meg ennyi igazából. Úgyhogy Maokai-ról többet nem is beszélnék. Nem. Szerintem nagyon király, ahhoz az egy dologhoz, amit csinál, ahhoz nagyon király. Igen, és igen. Ennyi. Hát ő rajta látszik, hogy őt nem akarták túl sok félire csinálni. Ő erre jó, erre tökéletes viszlát, érjétek be ennyivel, de egyébként ezek a jók. Igen, ő nem éppen egy ilyen flexibilis csempónyű, mint Kalista vagy Eliz. Vagy mint ahogy például a következő Nocturne sem, bár mondjuk Nocturne-t ezt azért több helyen lehet használni. De Nocturne is úgy néz ki most, ő meg ugye a Targon, a Call of the Mountain patch-el jött be. Ő is nagyjából ugyanúgy tudom jellemezni, mint Maokai-t. Megcsinálták a Diana-s paklihoz, és így köszönjük szépen, Diana semmi mással nem fogod használni. Így van, de a lényeg, Nocturne mit csinál? Ő egy 5-3-as spillszámlap 4 manája alapból, Nightfall-val lehet használni. Nightfall mit jelent? Az, hogy amikor úgy rakod le, hogy már előtte kijátszottál egy bármilyen másik lapot, legyen a spell, unit, tök mindegy, másodjára lag le ezt a lapot, és akkor aktiválódik a Nightfall ability-e. Ami pedig annyi, hogy egy ellenfélnek ad sebezhetőséget, és mínusz 1 sebzést. Na most ez azért durva, mert ha már támadtál 5 darab Nightfall unittal, akkor level upon minden egyes lap, ami a tiéd fírszámot kap, igen, az ellenfélé, meg minden egyes lerakott lapért abban a körben mínusz 1-et kap. Minden egyes unit, amit leraksz, az mínusz 1-et dob az ellenfél sebzésére. Ami azért úgy, hogy minden egy fírszám önmagában oki 6-ot üt, az erős. Egyébként szerintem ő túl erős. Szerintem nem. Szerintem... A damage-e túl sok. 4 manáért 5-öt üt. Szerintem nem, mégpedig a level up-ja miatt nem, mert annyira szerintem oké, nem nehéz 5 darab Nightfall elájjal támadni. Hát nem. De annyira nem is egyszerű szerintem. A control meta, a Nightfall lapok erősek, viszont mindegyiknek kurva kevés HP-ja van, ezt azért meg kell igaz. Tehát viszont nagyon könnyen hal. Nagyon az a baj, hogy én még nem találkoztam olyan nokidekkel, ahol 4-en, ha lekerült, nem lett volna level up-olva, szóval nem tudom azt mondani, hogy fair point, amit mondasz. Mert mindig tudja level up-olva. Mert ha 50-50 vagy 40-60%-ban lenne level up-olva, amikor lekerül 4 manán, azt mondom, hogy oké, akkor szarul jöttek ki a lépések. De minden egyes alkalommal. Maximum 90% az, amikor aktív, tehát maximum 10% amikor nem, szerintem az nem balanszol. Ahhoz képest meg 4 manáért 5-öt üt. Plusz fírszám. Hát nem tudom, szerintem viszont kevés a HP-ja plusz ahogy az összes, a HP-ja ahogy az összes többi ilyen lapnak, mármint legalábbis szerintem Nightfall lapnak. Könnyen sebezhető. Jó, ez igaz. High risk, high reward, igazából. Ez igaz. Tönt, mivel szoktuk együtt látni? Diánával. Nagyon mással nem is szoktak együtt játszani, mert ott van a Nightfall mechanika benne, aha, a lapokban, azokkal a lapokkal van jól együtt. Jól hangzik az, hogy csak fírszem jutok mellé, de akkor meg már inkább ott van Kalista meg Eliz. Igen. Ő inkább tényleg ez a Nightfall kombó pakliba való. Ja, abszolút. Mert most pont ahogy mondtad, eszembe jutott egyébként egy Mithrates fírszám deckbe. Akár be is lehetne rakni csak a fírszám, de nem tudod triggerelni, mert nincs Nightfall lapod rajta kívül. Úgyhogy ő a Nightfall... Bár tudsz belerakni, mert Targon tettő függetlenül belerakhatod, de ja,
Ja, nem érdemes. Ő az olyan Diana Light fordulóba beleillik. Igen, ő olyan, mint az előző, hogy így ahhoz van kitalálva. Na hát és akkor már, hogyha ha flexibilis champ, trash. Trash, a másik, tehát ő az a három champ Shadow Eyes-nál, amit bármilyen paklival láthattok amúgy együtt szintén. Trash szintén egy ilyen. Shadow Eyes-al jó, hogy játszani itt az alap saját pakliával egyszer, mert ugye azt kell neki, hogy 6 darab unit meghalj. Igen, ugye? Bár ez lehet az ellenféle is itt, nem csak a sajátod. Igen. Tehát, hogy azért itt azért flexibilisebb a champ, mint az összes többi, és talán egyébként a játék legflexibilisebb champje, mert 6 unitnak kell meghalni, de ez lehet az ellenféle is. Viszont addig lent kell lennie, tehát szín. Tehát látni kell, nem level-up-ol deckben. Így van, deckben nem level-up-ol. Viszont challenger a unit. Viszont challenger, 6 élete van, azért azt nem egyszerű megölni, 5 mana, ami amúgy szerintem teljesen fair hozzá, és üt 3-at, tehát hogy azért jól tudsz vele védekezni piercing unit ellen, meg tudsz vele ölni kisebb kulcslapokat, amik kellenek, Peddler például a Timuaniba, Seer, bármilyen olyan kulcslapot, ami valamilyen engine az ellenfelednél, ki tudod vele végezni. És nem kell féltened, hogy meghal. Milyen másik csempel szoktuk jutni, hogy sokat együtt látni? Hát mostanában semmivel, mert mostanában nem nagyon játszák, de például, ha belegondolsz, az első verziós Deep Toss-ba volt. Igen, Anivia-val is szokták Anivia-val is sokat szokták játszani, igen, mert akkor már két Anivia-d van lent, hogyha Libelap oda támasztak. Én Lux-szal láttam egy időben sokat. Azt én is láttam, bár azt nem értem a mai napig, hogy ott mi volt a terv. Aurelion Sol-lal, amikor bejött, játszották, hogy még 10 mana előtt kihúzd Aurelion Sol-t. Próbálkoztunk vele, mi is nem jó. Nem jó. Nem, úgyhogy Thresh egy nagyon flexibilis és nagyon sokat használt champ volt. Flexibilisnek még mindig az, de már nem nagyon használják, mert elfoglal egy champ slotot igazából. Tehát ha nem olyan deckbe játszod, amiben egy champre fókuszálsz, és ő csak egy support hozzá, amit egyébként is betölt a lordba, mint szerep, akkor nem érdemes használni. Nem, de ettől függetlenül viszont ő még mindig, ha éppen nem tudod, mit játszál bele, tudod, hogy szara a paklidnak a laphozzáférhetősége, és kell valami, ami 20 lapot, vagy valami OP kombót tudsz csinálni, így van neked Thresh. Igen, így van. És szerintem itt őt le is zárnám, és rátennék az utolsó lapra, ami pedig nem más, mint Hecarim. Hecarim, hát... Szápás gyász. Ez Hecarim, az kéz a kézben jár ezzel a lappal szerintem. Hol van? A sárcseri ottal. Ja. Ja. Ami ephemeral. Meg még nagyon sok mindennel, ami ephemeral, igen. De mit is csinál Hecarim? Mi a lényege? Akárhányszor támadsz Hecarimmal, egy 5-5-ös overwhelm lappal amúgy, ami 6 manába kerül, akkor leidéz neked két darab ilyen 2-2 special rider-t. Na most az már alapból 10 pofom. Igen. Akárhogy is nézem. Igen. Először 9, bocsánat. Ha level up volt, ami azt jelenti, hogy legalább 7 darab ephemeral unit-tal támadtál, deckben is level up volt. Igen, tehát deckben is level up volt. Akkor átalakul, akkor már 6-6 lesz, akkor is 2, tehát 2 darab ilyet idéz le. Viszont minden egyes ephemeral ally-nak 3 plusz damage-et ad. Igen. Viszont ami nagyon fontos, amíg ő él. Tehát ha attack közben, igen, ő meghal, akkor a buffok is még attack közben lejönnek, már nem fog akkor átütni a következő ephemeral lap, ami üntelne fogjuk. Igen. Ez fontos vele. Viszont amíg él, és ezért szokták mondjuk őt Thresh-sel játszani, mert ha lent van egy, meg egy Thresh, és kihúz még egyet, akkor az a plusz 6 buff mindenre, az fáj. Így van. Hát meg még amivel játszani szokták, az Ionia. Egyébként Ioniában van például a Down and Dusk, ami egy 6-os slow spell, ami 2 ephemeral exact copy-t csinál az adott unitból. Na hát azért Hecából, ha csinálsz még 2 ephemeral copy-t, Az fáj. Az nagyon-nagyon fáj. Főleg úgy, hogy ugye ephemeralok, úgyhogy ők is megkapják mind a 3-tól a buffot. Nyilván az első meg fog halni, mikor támadsz. A következő meg a unitok már 3-mal kisebbet ütnek, de az ott overwhelmbe azért csak 9-el többet üt, ami azt jelenti, hogy 15-öt. Igen. És tudod, mit vettem most észre? Na. Hogy ez perma. Hogy egy csomó írja, azt hittem, hogy ez egy kapuszni. És most jött rám, hogy az ott, nézem, mondom, hol van a feje többi része szegénynek. Azt most látom, hogy ez csak kis taraja. Nice. Na mindegy, ez teljesen irreleváns volt, de... A lényeg, hogy Viktor felfedezéseket. Ez olyan, mint a Yeti Trapperen, a háttérben ott a Yeti. Igen. Meg hogy ja. Az öreg ember Targonba. Ez egy csaj. Az öreg, ja. Na mi, lényeg, hogy ő egy elég erős, szerintem egy mai napig jól játszható champ. Aha, bár nem sokan játszák. Nem sokan játszák mostanában, viszont amúgy, akivel jól együttműködik, ha már Ioniáról volt szó, szintén az pedig nem más, szerintem, mint Zed. Ugyanis Zed igen. Ataknál csinál egy ephemeral unitot, ami szintén ugye beleszámít az ő level-upjába. Ezen kívül nem is tudom, hogy szoktam egyáltalán más champion nagyon együtt látva játszani. Csak az a legelső deckünk. Thresh, Hecarim, Zed. Ez volt a legelső deckünk, úgyhogy egyébként azóta nem is nagyon változott ez a meta része.
ennek. A Shark Chariot az király, az megfogja és visszajön a halálból, hogyha ephemeral unittal támadsz. Így hát minden egyes ephemeral unitnál visszajön, így van. És most külön igazából itt Shadow Eyes-zal kapcsolatban, ha már róla beszélünk, nem is nagyon emelnék ki sok lapot, egy 3-4 spellről szeretnék egy pár szót beszélni. Az egyik, hát most ha már itt van Gohard, kurva jó lap. KDA lap, ez az új KDA lap ugye, ami a Shadow Eyes KDA lap, na ő mit csinál? Egyet drain-el egy unitból, és kettőt shuffle-ozik a pakliba saját magából. És ezt mindenképp? Ezt mindenképp, ha nem drain-el, akkor is, így van. És ez miért durva? Mert hogyha megcsináltad ezt háromszor, akkor a negyediknél ötöt ver mindenre, plusz a Nexusra is. Igen. És aztán kezdheted ezt előről. Így van, és hát ugye egyre több lesz a deckedbe, úgyhogy erről is van egy deckünk, ezt majd szerintem majd Bilgewaternél megemlítjük, hogy ez így hogyan van. Működik. De nem ez volt a fő dolog, amire szerettem volna kitérni, hanem két külön spellre, ami ez két olyan spell, amiről beszélünk, ami miatt sokan játszanak Ionia, vagy a Shadow Eyes magát. Igen. Ez pedig nem más, mint a Vengeance és a Ruination. Így van. Ez a két spell az, ami valószínűleg benne van, mert valószínűleg azért játszák, hogy ez a kettő lap is benne lehessen. Igen. Ugyanis ez mind a kettő egy akkora kontroll is. Tehát már csak a tudod, hogy az ellenfelednek ott lehet még ez alapja. Igen, az megfog egy csomó mindent. Ez ugyanolyan mindfuck lap, mint az Ionianál a Counterspell. Igen. Tehát ez pontosan ugyanaz. Amíg van annyi manája az ellenfelednek, hogy ezt ki tudja játszani, akár nálad van, akár nincs, nem fogja lerakni azt a lapot, amit ezzel amúgy kijönnél. Mert ez nagyon nagy kockázat. Ugye a Vengeance mit csinál? Megöl egy lapot. Lehet az százas, lehet az egyes, megöli. Egy dolog védi, meg a Spell Shield. Spell Shield, meg a Counterspell. Mi meg a Counterspell, valóban. Deny. Bocsánat, mindig elfelejtem, hogy Deny-nak hívják. De Counterspell. Igen, Deny-nak hívják, de az egy Counterspell. Ja. Na mindegy, a másik pedig a Ruination, ez pedig egy Slow Spell, ez pedig szintén bármilyen nemtől, kortól, függetlenül ketté. Ő nem rasszista. Ő mindent víz. Mint a halál, nem válogat. Ja, nem így válogat. Van. Így van, úgyhogy ennyi. Ezt a két spellt az, amit főként kiemelnék, illetve ha már itt vagyunk és ránéztünk, akkor Commander Ledros. Ugye mit csinál? Lefelezi a Nexusodat konkrétan. Igen. Minden egyes alkalommal, ha lent van, ja és ha meghal, visszakerül a kezedbe. Igen, ő ezért nagyon szép, úgyhogy csak obliterítelni vagy silence-elni és megölni kell. De mi az, ami még jellemző Shadow Eyes-ra egyébként? Akkor beszéljünk a Drain-ekről. Ugye Withering Veil mindent megüt egyel és hármat heal-el a Nexuson. A Gasp of the Undying, illetve a Neverglade Collector mind a kettő drain-el. A Neverglade Collector, ha meghal egy unitod, akkor drain-el egyet az enemy Nexusból, tehát egyet visszatölt. Ephemeral mellé teljes mértékben. Ephemeral mellé nagyon jó. Meg hát ahogy beszéltük az elején, ugye arra játszunk, hogy a lapunk azért általában haladóak. Így van. A Gasp of the Undying bármilyen unitból 3-at drain-el, 3-at sebzesz, visszatöltesz 3-at. A sajátodra is használhatod, ha neki nincs, és így kell túlélned. Meg control, ez control. Is egy control. Így van. Ő az aggród, akik ellen nagyon jó, ő pedig csempet destroyolni nagyon van. Jó. Ugye van kis drainünk is, az egyes, ami vagy kettes, ami egyes-egyes pókot csinál, az Elise mellé is jó. Olcsó drain-el, Gohard is drain, így van. Tehát ugye ez pont azért van szerintem pont náluk ennyi drain, mert ugye hogy rengeteg a lap, ami meghalt. Tehát ugye általában sokszor nehezebb. Igen. Tehát nem minden esetben van, meg van olyan féle Shadow Eyes deck, amiben egyszer nem nagyon tudsz minden körben védekezni. Hát a High Karimos ephemeral deckekben általában nem tudsz meg védekezni. Hát például az Anivias deckekben sem sokáig. Az Anivias deckekben sem tudsz nagyon. Ilyenekben segít neked tényleg a kill unit, meg az összes drain. Az összes control, így van. És ugye emellett, amit én akartam mondani, az, hogy egyébként a revive nagyon sokat játszik még a Shadow Eyes. Van olyan spellünk, ami fölrevive-olja az adott körben meghalt lapot, illetve a lapok közül valamelyiket, tehát ez lehet ugye champ, ezt tudod azért nagyjából kontrollálni. Kill a unit and revive it, itt a Mist Call, ez az, amiről az előbb beszéltem, igen. Így van. Akkor ott van például a Chronicle of Ruin, ez ugye megöl egy unitot és fölrevive-olja, tehát aktiválja újra az alapképességét. Mithrate Callerhöz például nagyon-nagyon jó kombó, mert a Mithrate az meg folyamatosan buffolja magát, ahány darabot leraksz belőle. Ott van a Rekindler, ami egy csempet kelt föl, a legerősebb csempedet. Így már lehet belőle kettő, úgyhogy vannak rá lehetőségek. Úgyhogy igen, nagyjából ezen a Shadow Eyes tényleg. Ephemer állapok. És heal, revive. És megölni mindent. Aha, is. Igen, abszolút ez a Shadow Eyes-nak a jellemzője. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!